Kedves kollégák, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy ebből a nagyon fontos dologból beszélhessek egy pár percet önöknek, ami a keringési betegségek megelőzése és kockázati tényezői vonatkozásában nem feltétlenül fogja átfedni azt az optimizmust, amit az előbbi előadások közvetítettek önöknek, bár kétségtelen rendkívül optimista előadás lesz. A folyamat nem régi, tehát hogyha megnézzük, hogy egyáltalán a szívbetegségben való meghalás az nem volt egy tömegjelenség meg egy évszázaddal ezelőtt. Ez csak a századfordulótól, az 1900-as századfordulótól kezdett megjelenni. Tehát amikor az emberek kezdtek nem fertőző betegségekben és erőszakos cselekményekben meghalni, hanem egy bizonyos életévet eléltek, ráadásul az ipari forradalom áldásai között, és ilyen módon lehetőségük nyílt arra, hogy szívbetegségben halljanak meg. Ezt az ábrát, ha megnézik, van egy nagyon fontos momentum, és ez pedig az, hogy egy púp után egy csökkenés indult meg. És ma ennek a csökkenésnek az éveit éljük. Az Egyesült Államokban 30 év alatt 6 életévet nőtt a várható élettartam, és ebből a 6 életévből 4,5 életévet adott a keringési betegségek eredményesebb megelőzése és kezelése. Teljes 3 életévet adott a koszorvérbetegség eredményesebb megelőzése és kezelése, és csak nem egy teljes évet az akut koronavírus szindrómák eredményesebb kezelése. Ha megnézik a társszakmákat, láthatjuk, hogy a traumatológia és a perinatális ellátás is nagyon komoly életévet hozott, de sajnos nagyon keveset hozott az onkológia, és élethónapokat vitte a légszőszervi betegség és az AIDS megjelenése az Egyesült Államokban. A mindenféle vezető halálok listákat egyértelműen a keringési betegségek vezetnek, akár a fiúk, akár a lányok között, és a keringési betegségek, a halálhoz vezető keringési betegségeknek a döntő részét pedig a több mint felét a koronavírus betegség, illetve egy hatodát a stroke hozza, a többi pedig hát mindenféle egyéb körülmény. Ezzel a trenddel, amiben az óriási infarktus járványban, vagy koronária és stroke járványban élő populációkat jellemzi, az ellenakciók is megindultak, és ezek a különböző invazív procedúrák, amit hogyha megnézik, akkor a száma néhány évtized alatt sokszorosára emelkedett a szívkatéterezésnek, a koronári intervencióknak, szívműtéteknek, illetve a pacemaker beültetéseknek. Ez persze költséget is jelent, és ez a költség még várhatóan előrevetíthető, legalábbis az Egyesült Államokban, ahol jelenleg a GDP 19%-át fordítják az egészségügyre, és ezt 20%-a kívánják emelni a következő 4 éves ciklusban. A keringési betegség halálozása legalábbis az Egyesült Államokban, mind a hölgyek között ennek az erőfeszítésnek a következtében jelentősen elkezdett csökkenni, és ma már kifejezetten kedvezőbb a halálozás, ami a keringési betegségből származik, mint akár csak 10 évvel ezelőtt. Ez nem azt jelenti, hogy a betegek kevésbé betegek, hanem akik megbetegedtek, életben tudnak maradni, és ez persze drága, de ők sokszor többet látogatják a kórházat, mint hogy ebből az ábrából is látják, de mégis ez egy kurábilis betegség, még a felismerést követően is, hogyha kézben tartható. Az Európára térve egy viszonylag friss adat azt mutatja, hogy ha 1980-hoz képest hasonlítjuk a különböző korosztályokban megjelenő friss keletű koronária betegség előfordulását, akkor azt lehet látni, hogy lényegében minden korosztály alulmúlja az előző évtizedeknek az esélyeit, tehát kevesebb friss koronária beteg jelenik meg bármelyik korosztályban Európán belül. Hát ez persze a nagy Európára vonatkozik, hogy ránk mi vonatkozik, arról már még lesz szó. Mi, hogy ezen az ábrán is látható piros vonal, le vagyunk maradva, ez nem is a legfrissebb ábra, de azt azért jól lehet látni, azt a kritikus tövéspontot, ami a rendszerváltást követő években jellemző volt minden volt szocialista országra, vagyis egy átmeneti növekedés is megtörtént a keringési betegségek halálozási esélyeit illetően, és ez a lemaradásunk a fejlett országokhoz képest azért megmaradt, még akkor is, hogyha a tendencia megfordult, és ma már nálunk is nagy a javulás.
Megnézzük ezt a térképet. Könnyen az 1970-es évek politikai világtérképével juthat a figyelmük, mint szerint, hogy ezekben az országban győzött a kommunizmus. Itt a koronavírus betegség halálozásáról van szó, azonban ez a két dolog nem független egymástól. Ugyanis ez egy társadalmi jellegű probléma, hogy a keringési betegségek mennyire ölnek egy országban, és sajnos mi ilyen szempontból még mindig a múltnak az örökségét hordozzuk. Hogyha megnézzük a különböző országokat, ugyanez egy viszonylag régebbi adat, a koronavírus betegség szempontjából a fiúk és a nők között, akkor lehet látni, hogy nagyon sok országot abban az időben erősen leköröztünk, és hát a világban, vagy az legalábbis a ranglistákat vezettük a civilizált országok egy összehasonlításában, és hát ezt a stavok vonatkozásában is nagyjából így nézett ki az ezredfordulón. Hát ma már ez a kép valamivel jobb, de nem sokkal. És ahogy az az előző politikai térképnek titulált térképet megnézzük, ez a kistérségekre lebontott úgynevezett Human Development Index, tehát többé-kevésbé a szociális fejlettségnek és a jövedelmi viszonyoknak a jellemzője, és bizony nagyon ellentétes ez az ábra azzal, amit a keringési halálozási mutatókban az előző előadók mutattak. Ugye tudnunk kell, hogy Észak-Magyarország és az Észak-Alföld az összes európai régió közül, az Észak-Magyarország a nők között a második legrosszabb, és a fiúk között a harmadik legrosszabb halálozási mutatókat mutatja föl az egész Unióban, és az Észak-Alföld is benne van az első 10 legrosszabban. Ugyanakkor vannak fejlettebb régiói Magyarországnak, és Budapestnek is. Nagyon nem mindegy, hogy melyik kerületben élünk, nem csak a jövedelmi viszonyaink, hanem az életben maradási esélyeink miatt sem. Ha a különböző betegségeket megnézzük európai összehasonlításban, akkor azt látjuk, hogy az emlőrák, ami a képnek a bal szélén van, tulajdonképpen Magyarországon az emlőrák halálozása az megegyezik az európai 25-ök átlagával. Ugyanakkor a képnek a jobb szélén az iszkémiás szívbetegség halálozása az 2010-ben 2,5-szeres volt. 2-szeres volt az öngyilkosság, az összes keringési betegség 1,8-szeres, a gyilkosság 1,6-szeres, a sztrók 1,6-szeres, és a tüdővák 1,6-szeres. Ha megnézzük, hogy a születéskor válható élettartam hogyan alakult bizonyos országokban, akkor a tendencia a fejlett vagy fejlettebbnek tartató országokban egyértelmű, még akkor is, hogy az előbb Dániát ugye említettük, azért önállók is ez elég tendenciózusan nőtt. Magyarországon lehetett látni egy viszonylag hosszú stagnálást, és csak az utolsó években kezdett a válható élettartam nőni, Magyarországon örvendetes módon. De hogyha megnézzük, hogy mi a magyar születéskor várható élettartam és bizonyos országok ugyanilyen élettartama közötti különbség az egyes években hogy néz ki, akkor azt látjuk, hogy például a svédektől sajnos elég sajnálatosan lemaradunk, és ez a lemaradásunk az még mindig sokkal nagyobb, mint például 1970-ben vagy 80-ban, még akkor is, ha a különbség ott csökkent, illetve az európai 15-ök, tehát a fejlett nyugat-európai országokhoz képest is a lemaradásunk csak a legutóbbi évtizedben kezdett csökkenni. Ezt az ábrát pedig már látták, és nem lehet elégszer bemutatni, hogy ahogy az Egyesült Államokban 30 év alatt, így Magyarországon is egy emberöltő alatt kb. 6 évvel nőtt a várható élettartam, és ennek a fő oka a keringési betegségeknek az eredményesebb kezelése, nem mondanám, hogy a megelőzése, hiszen ebben még viszonylag le vagyunk maradva. Az orvosi kezelések hatására az infarktus standardizált halálozása jelentősen csökkent, ezt is mutatták már előttem, és bizonyos gyógyszerek, amelyekről kimutatott, hogy a túlélést javítják, a gyógyszerek felívási szokásai és javultak, mint a statinok, a vérnyomás csökkentők, illetve a cukorbetegség gyógyszereinek a felívási szokásai, felívási száma megnőtt, talán összefügghet a keringési betegségekben elért javulással ez a dolog. A beavatkozásokról már az előttem szólók beszéltek. Azonban ez a
keringési betegségek járványos elterjedése nem érintette minden országát a Földnek, és ezért ezt nagyon jól meg lehet tanulni más országoktól, például a mi állítólagos rokonainktól, a finnektől, hogy hogyan is szembesültek ezzel az infarktus járvánnyal a 80-as években, és mit tettek, ami aztán eredményes volt, ugye Észak-Karéliában az infarktus előfordulása 65 év alatti férfiak között mintegy 20-szorosa volt, de legalábbis 10-szorosa Kínához képest. Hát mindenképpen ez egy társadalmi jellegű problémára hívja fel a figyelmet, életstílus szintű problémára hívja fel a figyelmet, és ez a siker. A finnek és az észak-európaiak leültek, és egy társadalmi szintű programot tudtak végrehajtani, aminek persze egy része volt az eredményesebb orvosi kezelés, de egy része volt az életstílus váltás, és végül is ma már a 75 év alatti férfiak koronária halálozásának az esélyei, azok lényegében az észak-európai és a görög kockázat azonosságát mutatják, ami egy óriási eredmény. Ha megnézzük, hogy maga a kezelésnek a javulása, vagy pedig a vizigóprofil változása eredményezte ezt a nagy javulást, akkor az derül ki, hogy kétharmad részben a vizigóprofil javulása. Tehát az életstílus, illetve a vizigófaktoroknak a befolyásolása vezetett ehhez az eredményhez, és csak egyharmad részben az eredményesebb kezelési formáknak a megjelenése Svédországban. 1961-ben jelent meg az első közlemény, amiből a keringési rizikófaktorokat ma is nevén nevezzük, aminek néhányát, ugye mindannyiunknak a nyilván könyökén jön ki ezeknek a felismertetése, de minden esetre önök olvashatják itt az ábrán, a Framingham tanulmány adatai alapján, és ez a nagy részt ma is megállja a helyét. Vannak ezekből módosítható és hát nehezen módosítható rizikófaktorok, mint az életkor vagy a nem, vagy pedig a családi örökség, az viszonylag nehezen módosítható, de a többsége módosítható, és hogyha megnézzük az Interhealth tanulmánynak az adatait, hogy mintegy 30 ezer embernek a Föld bármely pontján való követéséből az derült ki, hogy az infarktushoz vezető kockázati faktorok 80%-a módosítható, mint ahogy itt ez a felsorolásra is került fontossági sorrendben. Tehát itt ezekben a dolgokban az előrelépés nagyon nagy szükség lenne, hiszen óriási eredményeket lehetne elérnünk, hogyha ezt komolyabban vennénk a keringési betegségek rizikófaktorainak az időben való befolyásolását gyermekkortól kezdve. Az elmúlt években azért nagyon komoly eredmény kezd megjelenni Magyarországon is, például a dohányzási tilalmak és bizonyos ártó élelmiszereknek a kizárása révén. Az, hogy a genetika milyen fontos, sajnos kiderült még pontosan a Framinghamből, hogy akiknek a szülei között keringési betegek voltak, legalább kétszeres esélyük van arra, hogy ők maguk is keringési betegek legyenek. A lipidek vonatkozásában még mindig itt él közöttünk az a hit, hogy a lipid csökkentő kezelés az egy veszélyes dolog. Nagyon sok betegünk abba hagyja a lipidcsökkentő kezelést, pedig ez egy jól ismert és egyértelmű jelenség, hogy a koleszterin csökkentők a már megbetegedett emberek kockázatát képesek csökkenteni, illetve bizonyos szempontból a primér prevencióban való alkalmazásoknak is helye van. Az, hogy a szérum koleszterin szint és a keringési halálozás hogy függ össze bizonyos életkor csoportokban, ez is szinte egy negyedszázados ismeret, és például az, hogy egy svéd városban egy 50 éves férfinek az esélye arra, hogy 6,5 fölötti szérum koleszterin szintje legyen, 1963-ban 50% volt, és az ezredfordulót követően már csak egy hatod. Tehát ez mindenképpen szintén az életstílusra, és nem a gyógyszerekre vonatkozik csak. A lipid csökkentők eredményeit, azt mindenki jól ismeri ebben a teremben, ebben nem is vesztegetnek időt. A vérnyomás pedig szintén egy olyan dolog, amit nagyon kevésbé sikerül jól befolyásolnunk, az talán 40%-a van az összes magas vérnyomásosnak, akinek a kívánatos értéket sikerül elérni, már pedig ez szintén egy olyan kimerítetlen lehetőség még, amivel a keringési halálozást csökkenteni lehetne. A dohányzásról már itt volt többször szó,
ez az ábra szintén a Framingenből csak azt mutatja ki, hogy a filteres cigaretta egyáltalán nem veszélytelenebb, és sajnos Magyarországon is, és a fejlett országon is terjed az elektromos cigarettázás, és úgy néz ki, hogy ennek a veszélyei szintén megvannak. Tehát a nikotinra való rászokást kell megakadályozni, és mindenképpen megnehezíteni a nikotinos termékek megvásárlásának a lehetőségét. Sajnos az életstílusunk egyik fő faktora az, hogy többet eszünk, mint amennyit aztán a szervezetünk felhasznál, és az obezitás elterjed, és sajnos ez bizonyos szempontból összefügg a keringési kockázati faktorokkal. Ez a tendencia Magyarországon is érvényes, és ha megnézzük azt, hogy maga az obezitás megjelenése hogyan jelentkezik az összes rizikofaktor profil teherben, akkor bizony nyomon követhető, hogy ez egy fontos szülő, közös szülője a különböző vérnyomás és lipid és anyagcsere zavaroknak. A cukorbaj ma már keringési betegségnek tekinthető, az ázsiai országban duplázódik a cukorbaj előfordulása egy emberöltő alatt, és hát Magyarországon is ma a cukorbetegek összes száma a nem ismertekkel együtt az 1 milliót megközelíthető, de a 650 ezernél bizonyosan több, és ők pedig nem a cukorbajban, hanem a iszkémiai betegségben és a sztrókban fognak meghalni. Mit kell tegyünk, mit lehet tennünk, a legfontosabb a dohányzás. Hogyha sikerülne a dohányzásról az embereket elszoktatni, hogy ne, és alakuljon ki ez az addikció, a primér prevenciós szakban ez a legtöbb ember életet megmentő eljárás. Maga a lipidcsökkentés is nagyon eredményes életmóddal, diétával, illetve a szekundár prevenció fázisában gyógyszerrel. Óriási sikereket értek el különböző országok az egyes prevenciós programokkal. Például az Észak-Karéliai program talán a legjobb, amit egy európai ember tekinthet. Egy olyan együttes, az egész populációt érintő képzési program volt, amelyik a dohányzás, a túlzott zsíros ételek, szalonna fogyasztás, a túlzott só fogyasztás és egyáltalán a rizikófaktoroknak a korrigálása révén nagyon sikeressé vált. Leültek az összes élelmiszergyártóval, és azt mondták, hogy miért akarjátok ti megölni a vásárlóitokat, és együttesen sikerült fölépni az életmód és az étkezési szokások megváltoztatása szempontjából, és ennek az eredményei mérhetőek. Az iskolában, de azt kell mondjam, hogy a magzati életben kell már elkezdeni ahhoz a kardiovaszkuláris prevenciót, hogy az eredménye is jusson. Az a magzat, akinek az anyukája dohányzott a magzati élet során, a terhesség során, az esély arra, hogy dohányozzék, illetve keringési beteg legyen, sajnos magasabb. De hát mindenhol képezni kell. Ez egy módosítható, ez egy elkerülhető betegség, ha az életstílust ilyen értelemben tudjuk befolyásolni. Hogyha valaki már túlesett egy akut koronáriás szindrómán, és ezt annyira sokszor látjuk, ha bejön a beteg Nógrádból, ahol az én dolgozom, Nógrádot látjuk el, bejön a beteg infarktussal, nulla egészségügyi ismeretekkel, a csuklójánál fölvezetünk egy katétert, másnapra jobban lesz, 4 nap múlva visszamegy. Ez olyan, mint egy űrutazás után visszadobjuk az élet fekete tavába. Semmit nem értett meg abból, hogy az ő élete vezetett ide, és az ő élet helytelen életstílusa miatt kapott 50 évesen infarktust, és ez akár meg is ölhette volna. Ez az anyag azt mutatja, hogy 6 hónap alatt az akut koronáriás szindrómát követően, hogyha minden életstílus szabályt betart valaki, vagy pedig semmilyet sem tart be, akkor 3,8-szeres kockázatkülönbség van annak a javára, aki mindent betart, aki sosem dohányzott, és most sem dohányzik, rendszeresen mozog, és a diétát is betartja az ajánlatok szerint ahhoz képest, aki a mi nógrádi betegünk, aki jelenleg tovább folytatja a dohányzását, nem él egészségesen. Ez tulajdonképpen az eredményeinket kicsit anulálja, az óriási eredményeket, amit ennek a betegségnek a kezelése során Magyarországon elértünk. Tehát meg kell tennünk azt, hogy ezeket a betegeket a későbbiekben is valahogy gondozásban tartsuk, és az életmódjukat megváltoztassuk. Ugye a gyógyszerekre nem érdemes túl sok szót vesztegetni, hiszen ezek jól ismertek.
És ha csak egyet mondjak, hogy az élelmeszesedés időben való felismeréséhez néhány nagyon egyszerű, akár házi orvosi szinten is elérhető dolog jól vezet, a perifériális érszűkületnek a bokakarindex meghatározása, a szemfenéki ütövek vizsgálata, a mikroalbuminúria mérése, és hát uraknál pedig az erektilis diszfunkció időben való felfedezése, mert ha mindezeket figyeljük, akkor kivéthetjük a büntetőt, ugye a halálos ellő mellé, és hogy melyik szervünket érinti a keringési betegségek során a lövés, azt előre nem tudhatjuk, és próbálunk is persze védekezni ellene, de nem szabad hagyni, hogy leállítsák a labdát, és elrúgják. Köszönöm a figyelmet!